Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva Isten dicsőségére 163. számú énekünket, mely így kezdődik, Te rólad zeng dicséretünk. Soy, 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 soy
Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Mondjuk el, testvéreim, együtt az egyetemes keresztény anyaszentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, Urunkban, kifogadaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvede, Poncius Pilátus alatt megfeszíteték, meghala és eltemettetik. Száll alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámad, felméne mennyekbe, ül az Atya Isten jobbján, onnan nézem eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy közönséges keresztként anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hallgassátok meg, testvére Isten szent igéjét, amit az írva található a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 16. részének 19-től 31-ig terjedő verseiben. Lukács Evangélium a 16. részének 19. és következő verseit figyelemmel és ülve hallgassátok meg. Valapedig egy gazdag ember és öltözik vala bíborba és patyolatba minden nap dúsan igazozvá. És valaik Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, feszélyekkel tele. És kíván vala megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullanak vala a gazdagnak asztaláról, de az ebek is eljön vénnyalják vala az ő sebét. Ő pedig, hogy meghal a koldus, és vitették az angyaloktól az Ábrahám keverőt. Meghal pedig a gazdag is, és eltemették. És a pokolban felemeli az ő szemeit kínokban lévén, és látá Ábrahámot távol, és Lázárt annak keverőben. És ő kiáltva mondta: Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának egyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötrettetem e látva. Mondta pedig Ábrahám: Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedbe. Hasonlóképpen Lázár is az ő baja. Most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötrettetek. És mindenek felett, mi köztünk és ti köztetek nagy közbevetés van, úgyhogy akik akarnának innék ti hozzátok által menni, nem mehetnek, se azok onnék hozzánk át nem jöhetnek. Mondta pedig Amaz: Kérlek azért téged, Atyám, hogy bocsásd előtt az én atyámnak házához, mert van öt testvérem, hogy bizonyságot tegyen nékik, hogy ők is ide egy ötvelennek helyére ne jussak. Mondanék Ábrahám: Van Mózesük és prófétáj, hallgassák azokat. Ama pedig mondta: Nem úgy, Atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtér. Ő pedig mondanék ki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. A kegyelem Istene áldja meg az ő igényét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagot, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek ezért, imádkozzunk! Istenünk, mennyi édesatyám, régóta hirdeti az egyház az Úr Jézus Krisztusról szóló evangéliumot és magának az Úr Jézus Krisztusnak beszédeit, tanítását. Ismerjük jól a gazdag
is a szegény Lázár történetét. De bizony még mai napig el vagyunk akadva azon, hogy azon gondolkodunk, vajon gazdagok akarunk-e lenni, vagy megelégszünk a szegény Lázár sorsával, és bizony legtöbbször nem kívánjuk magunknak a szegény Lázár sorsát. És ami azután van, túl a halálon, az eltemettetése, azzal leginkább nem gondolunk, nem törődünk, nem foglalkozunk vele. Élünk, ahogy tudunk, napról napra élünk, ahogy hagynak bennünket, ahogy a lehetőségeink megengedik, próbálunk jók lenni, próbálunk lehetőleg másokkal is jót tenni, de vannak határai a jóságunknak, a jó akaratunknak, határai a tűrésünknek, a szeretetünknek, és egyáltalán minden emberi érzésünknek. És ha ezek a határok feszítve vannak, akkor bizony olyan dolgokra is képesek vagyunk, amitől mi magunk is meglepődünk. Nem tudjuk, Urunk, mondani egy felülről, hogy nézhetünk ki. Milyennek látsz te bennünket, bár gyakran elcsodálkozunk rajta, hogy a te türelmed még mindig tart. Hogy a te kegyelmed minden bizonnyal valóban végtelen. Hogy ezred éveken keresztül tűröd az emberi engedetlenséget, oda nem figyelés, meg nem hallgatás. Látod, Urunk, most úgy állunk színed előtt, mintha először állnánk, mintha soha nem hallottuk volna még az ígét, soha nem hallottunk volna még evangéliumot, hiszen csak az elmúlt hétről is hozunk magunkkal épp elég vétket, terhet, nyűgöt. De te, Urunk, ismét szólítottál bennünket, ismét kegyelmesen fogadtál színed elé, áldott légy ezért, és kérünk, áldj meg minket is a te szent lelkeddel, töltsön ki bennünket a maga gazdagságával, hogy téged szolgáljunk egy akarattal, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. 428. énekünket énekeljük, Istennel járni, lakozni. Levele 10. részének 12-től 10.
17-ig terjedő versekre. Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levele 10. részének 12-től 17-ig terjedő verseit figyelemmel és alázatos lélekkel hallgassátok. Nincs különbség zsidó meg görög között, mert ugyanaz az Ura mindenek, aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják. Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartozik. Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, akiről nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiképpen meg van írva, mi szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek. De nem mindenek engedelmeskedtek az evangéliumnak, mert Ézsaiás azt mondta, Uram, kicsoda hitt, ami beszélünk. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által. Ez Isten ígéje. Van egy alapelv a világi törvénykezésben, mégpedig az, hogy a törvény nem ismerete nem mentesít a felelősségre vonás alól. Tehát senki nem hivatkozhat arra, hogy nem ismerte a törvényt, és ezzel mentesülnie lehetne a törvény súlya alól. Megkérdezem, gondolatba nyújtsa fel a kezét az, aki már olvasta a román törvényeket, ábózik. Legalább fogott a kezébe egy törvénykönyvet. Vagy nyújtsa fel a kezét, aki rendszeresen olvassa a hivatalos közlönyt, ugye itt nálunk úgy hívják, hogy Monitor Officiál. Nem gondolom, hogy sokan lennénk itt a templomban, én sem szoktam, előfordult már életemben, hogy egy számba belenéztem, mert éppen olyan törvénycikkel jelent meg, ami rám, vagy az egyházra vonatkozott, de nem foglalkozom vele. Ennek ellenére elmondhatom, hogy eddig életemben még nem volt dolgom a törvénnyel, Istennek hála. Tanúként már meg kellett jelennem a bíróság előtt, de ennyi volt összesen, hogy összeütközésbe kerültem volna, jó bevallom, gyors hajtásom volt ezen kívül az előfordul. Miért van az, hogy a világ törvényt nem is ismerjük, alig ha tudunk idézni a törvénykönyvből, még a legelső mondatot sem tudjuk idézni, feltételezem az alkotmányból sem, Románia alkotmányából, de azért ezzel nagyjából mindnyájan így vagyunk, hogy nem szoktunk összeütközésbe kerülni a törvénnyel. Honnan van bennünk a törvény ismerete? Nyilván onnan, hogy maga a törvény szabályozza, így fogalmazok, hogy a normális emberi együttélésnek a szabályait. Aki rendes körülmények között éli az életét, aki nem gabajodik bele másokba, nem kerül összetűzésbe a törvénnyel. Azt is tudjuk, én elég jól emlékszem még rá, hogy a múlt rendszerben bizony olyan törvények voltak, amik nem a rendes közösségi
életet vették figyelembe, hanem egy eszme mentén születtek, annak az eszmének kellett alávetnünk magunkat, és bizony könnyen ott találhatta magát az ember, hogy összetűzésbe került a törvénnyel, vagy félnie kellett attól, hogy ki hallja meg még csak a kimondott szavát is, mert tudjuk, besugók voltak nagyon sok felé. De ha a világi törvény, így mondtam, hogy a normális, a rendes együttérés, követés azt szabályozza, akkor tessék mondani, hogy mit csinál a Biblia? Miről szól a Szentírás? Mit határoz meg Isten szava? Ki van próbálva, és ki is derült Pünkösd másodnapján, amikor volt az 1970-ben konfirmáltaknak a találkozója, az ünnepi ebédnél feltette valaki a kérdést, hogy emlékszünk-e az első kápéra. És kiderült, nem kérdeztem én vissza, de kórusban mondták, és nem gondolom, hogy készültek rá külön, kórusban elkezdték mondani. Emlékezett mindenki. És egészen biztos vagyok benne, hogy akik jelen vagytok itt, mindenkinek van emléke. Betű szerint tudtok idézni. A tíz parancsolatból, a Heidelbergi kátéból egy jézusi mondás, mert tisztában vagytok a törvényben. Tisztában vagytok Isten szavában. És valami megfoghatatlan módon mégis összetűzésbe kerülünk Isten szavával, Isten törvényével, mégis megpróbáljuk kijátszani Isten szavát, Isten törvényét, megpróbálunk kibújni a felelősség alól. Valahogy ki akarjuk játszani azt, amit az Úristen ránk bízott, de akkor felteszem még egyszer a kérdést, hogy mondjátok meg, hogy szerintetek miért adta Isten a Szentírásra kezükbe. Miről szól a Szentírás, ha nem arról, hogy életünkben és halálunkban a rendes, normális körülmények között élhessük életünket. Abban a rendben, amit az Úristen teremtett, és amit ő fenntart. Abban a rendben, amiben ő arról biztosít bennünket, hogy bőséggel, megelégedéssel élhetjük a napjainkat. Mi történik a világban, mi történik az emberrel, hogy mégsem azt látjuk, hogy bőség, megelégedés, jóság, szeretet uralkodik közöttük. Az történik nyilván, hogy valami elromlott. Itt van ez a történet, amit jól ismerünk mindnyájan, a gazdag és a szegény Lázár története. Eleve van egy alaphelyzet, amin már fent tudunk akadni, hogy miért van a gazdag és miért van a szegény Lázár? Miért nem egyforma vagyoni körülmények között élnek ők? Meg egyáltalán mindenki ezen a világon. Miért vannak ilyen hatalmas különbségek? Miért engedi az Úristen, hogy ilyen különbségek legyenek? Eljuthatunk egészen eddig a kérdésig. Igazából mindjárt tudjuk, hogy gazdagság és a szegénység kérdése semmilyen összetűkésben nincs a megelégedettség kérdésével, a jóság kérdésével, a szeretet kérdésével, hogy kinek mekkora vagyona van, aranyban, bíborban, mibe öltözik, vagy milyen javakat halmoz fel valaki,
semmi köze nincs ahhoz, hogy tud örülni, tud-e boldog lenni, és ott egyáltalán benned a szívben, a lelkében mi van. Csak hát hozzászoktunk ahhoz, hogy a világban, aranyban, ezüstben, hatalomban, gazdagságban mérődnek a dolgok. És mert hozzászoktunk, azt gondoljuk, hogy szükségünk van aranyra, ezüstre, hatalomra, ahhoz, hogy nekünk jó dolgunk legyen a Földön. Történet szerint a gazdagnak jó dolga volt a Földön. Legalábbis ezt a látszatot mutatja a történet, nem mond semmit arról, hogy hogy élte meg ez a gazdag a maga gazdagságát. Hogy volt-e neki szerető felesége, voltak-e szeretett gyermekei, vagy ehhez hasonló. Én arra következtetek, hogy nem. Mert figyeljük meg a történetet, azt mondja itt a végén a történetnek, hogy hadd küldhessek el az én testvéreimhez, hogy nehogy ők is ebbe kerüljenek. Szó nincs özvegyről és szó nincs gyermekekről. Tehát ez csak egy ilyen mellékgondolat. Tehát van a gazdag ember, akit kivítéssel méltóan gondolunk, és jön egy érdekes szófordulat, ami nekem nagyon tetszik ebben a történetben, amikor meghalnak mindketten, azt mondja a történet, hogy meghalt a szegény Lázár, és vitetett az angyaltól Ábrahám kebelére, és ezt képzelje el magának mindenki, hogy milyen az, amikor angyalok visznek valaki Ábrahám kebelére, és utána azt mondja, hogy és meghalt a gazdag is, és eltemették pont. Ennyi, amit a gazdagról tudni kell. Nincsenek angyalok, nincs Ábrahám kebelére. Semmi cégszó, meghalt, eltemették, el van rendezve. Az a gond, hogy mi körülbelül odáig tudunk gondolkozni, ameddig az orrunk hegye tart. És azon túl nem igazán látunk előre. Az orrunk hegye az a pillanatot jelöli, mindig a pillanatban élünk és gondolkozunk, és még ha előre próbálunk is tervezni és gondolkozni, az is csak egy-egy pillanat. És nem jutunk el arra, hogy az örökké valóságban gondolkozzunk. A végtelenben gondolkozzunk. Istennel gondolkozzunk. Nem azért, mert a törvény súlya kardja ott lebeg a fejünk felett, és Isten haragja lesült ránk, ami nem úgy cselekszünk, ahogy az Istennek várja. Nem. Azért, mert a saját jól felfogott érdekünk, a bűségnek, a megelégedettségnek, az örömnek, a szeretetnek, jóságnak, egy szóval minden jónak a forrása és lehetősége az, hogyha mi Istennel gondolkozunk hosszú távon. Egy olyan világban élünk, amiben minden rövid távra van berendezkedve. Mindenben csak rövid távon tudunk gondolkozni. Tessék belegondolni, hogy 4 évente választások vannak. Gyakorlatilag mondjuk így, hogy mindenütt a világban. Mi már itt Romániában arra is felül készül, hogy 4 évente rendszeresen be is váltják a kormányt, tehát jön valaki más. És akkor a tanikben dolgozók tudják, hogy a feje tetejére áll minden, az egészségügyben dolgozók tudják, hogy a feje tetejére áll minden, tehát kezdünk mindent előről, mintha semmi nem lett volna. Szó nincs arról, hogy 100 évre előre gondolkozzunk. Valamikor réges-régen olvastam még zsengéfi koromban egy könyvet, nem akarom én a könyvet népszerűsíteni, de arról szólt többek között, vagy mégis az egész történet akörül játszódik, hogy
hogyan jött létre Hongkong. Annak idején biztos hallottatok róla, angol gyarmat volt, és úgy lett angol gyarmat, hogy megvették az angolok a kínaiaktól 150 évre. Tehát bérbe vették 150 évre. És az angolok nem értették, kikacatták a kínaiakat, hogy olyan olcsón odaadták neki olyan hosszú időre. A kínaiak megmosolyogták az angolokat, hogy olyan bolondok, hogy ennyi pénzt adnak mindössze 150 évre. És ugye mi vagyunk az a generáció, akik megéltük, azt tisztán emlékszem, amikor visszakerült Kína fennhatósága alá Hongkong, amit az angolok annak idején rengeteg pénzt fektettek. Kiderült, hogy megérte Kínának 150 évért is tovább gondolkozni. Én attól tartok, hogy valamikor Mátyás királlyal volt utoljára lehetősége ennek a mi hazánknak hosszú távon gondolkozni. Talán még az erdélyi fejedelmek idején valamennyire ez visszajött, azóta már nem gondolkozunk hosszú távba. Semmilyen szinten. Holott éppen az egyháznak lenne a dolga, és éppen nekünk egyház tagoknak lenne nagyon komoly kötelességünk az, és felvállalt kötelességünk, hogy mi ne perc emberek legyünk. Ne a pillanatnak éljünk, hanem hosszú távon gondolkozzunk, hosszú távon tervezünk. És ez a hosszú távú tervezés nem csak annyiból áll, hogy felépítünk egy templomot, vagy felújítunk egy templomot. Hosszú távú tervezés abból áll, hogy azt a templomot, azt meg kell tölteni hosszú távon. És ezt látom most például, hogy templomaink vannak, és éppen tegnap is újság volt valaki, hogy azt látta fiaként járt Hollandiába, olyan templomban, amit már nem használnak. Ki van adva, és tudjuk, hogy Nyugat-Európa már tele van ilyen templomokkal, hogy kávézó, fitnessterem, bár, koncertterem, hasonlók működnek, csak nem Isten tiszteleti helye. Nincs, aki betöltse azokat a templomokat. Ki gondolkozik hosszú távon? Hogyan tudunk gondolkozni hosszú távon? Érdekes dolgot mond el Pál apostol, ha figyeltünk itt a Róma beérkezőjét levélben. Azzal kezdi, hogy nincs különbség zsidó meg görög között. Miért pont zsidó meg görög között, mondja pont a Róma beliekhez írt levélben, azért, mert azt a területet, ahol Jézus élt, szolgált, munkálkodott, ez a két kultúra határozta meg, a zsidó és a görög kultúra. Azt tudjuk, hogy az új szövetséget görög nyelven írták. Tehát már görög nyelven van megírva. Jézus maga arámul beszél. Úgy mondják, hogy az arám nyelv egy ilyen általános közlekedő nyelv volt abban az időben, mint ahogy most az angolt használják. Főképpen a világban, abban a térségben az arámot használták. Jézus úgy beszél, néhány szava fel is van jegyezve az új szövetségben, ami arámul hangzik el. A zsidó és görög kultúra határozza meg azt a kort. A két kultúra teljesen eltérő egymástól. A zsidó kultúra az egyisten hit, a szigorú mózesi törvények, a görög kultúra az istenek sokasága, szinte végtelen voltak, a hatalmas szabadság, az emberi tudásnak és ismeretnek a fejlesztése, továbbvinése. Azt mondja Pál, nincs különbség
zsidó meg görög között. És nem azért nincs különbség, mert a zsidó meg a görög ugyan azt a célt szolgálja, vagy hogy ugyanolyan eszme hagyja át, azért nincs különbség, mert mindjárt Isten kegyelme alatt vagyunk. Isten kegyelme alatt eltűnik a származás szerinti különbség. Isten kegyelmében, erről ugyan nem szól a történet, Isten kegyelmében nincs gazdag és szegény Lázár sem. Abban a történetben legalábbis a gazdag ember oldalán nincs jelen Isten kegyelme. Létezik ilyen, hogy nincs jelen Isten kegyelme? Igen. Ki mondja Pál apostol azt, amit mi sem vagyunk hajlandók meghallani. Van olyan, hogy Isten kegyelme nem működik. Van olyan, hogy Isten kegyelmére nem számíthat az ember. Mikor? Amikor hallatlanná tesz Isten kegyelme. Amikor hallani sem akar Isten kegyelméről. Amikor egyáltalán nem foglalkozik le. A gazdag ember maradjon a példánál, a gazdag ember az ő gazdagságában volt elfoglalva. A minden nap megterített gazdag asztallal, az arannyal, a bíborral, a pásonnyal. Tudjuk milyen érzés, ha nem saját magunk értük meg, akkor láthatunk másokon. Milyen az, amikor az embert elfogja az jaj. Még kell. Ezt érte a gazdag ember. Nem volt egyszerű könnyű sorsa a szegény Lázárnak. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy ő meg volt békélve a sorsában. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy nem panaszkodott Istennek, vagy nem kérte számon Istenet, hogy de miért kell neki ennyit szenvedni. De Isten kegyelme volt rajta. És amikor eljön az a bizonyos pont, amikor úgymond el kell számolni, akkor nyilvánvalóvá lesz, hogy igazából mi történt a gazdaggal és a szegény Lázárral. Ez a másik, amit nem vagyunk hajlandók tudomásul venni, hogy ebben a világban működik ugyan a mi számunkra láthatatlanul, vagy mindig a mások példáján keresztül látjuk, amíg magunk is oda nem jutunk, a halál pillanatában nyilvánvalóvá lesz minden. Amit addig tükör által homályosan láttunk, onnantól kezdve színről színre látjuk. Na de, hogy lehet akkor mégis, hogy azt a kegyelmet működtessük? Hogy lehet, hogy abban a világban, ami már nagyon be van állva egy bizonyos irányba, mert lássuk be, prédikálhatok én itt akármit ebben a templomban, ti is hallgathatok bármit ebben a templomban, ugyanúgy 4 évente lesznek választások az elkövetkezőben, ugyanúgy kormányváltások lesznek, ugyanúgy lesz energiaválság, és ugyanúgy lesz globális felmelegedés, meg nem sorolom, hogy mi minden lesz, ami tényleg lesz, hogy elhetetik velünk, hogy van. Nem ez fogja megváltoztatni a dolgokat. Mi fogja megváltoztatni? Pál apostol gyönyörűen, logikusan levezeti az egészet. És azt mondja ez a végkicsengés, ezzel maradjunk meg, a hit hallásból van. Azért énekeltük a 433-as éneket, szólj hozzám, Uram, mert szolgál, hallj a szóra. Hallanunk kell. Elengedhetetlen feltétele a hitnek, és ugye a hitből következik az Istennek való engedelmesség, mert aki hisz, az tud engedelmeskedni, aki nem hisz, az nem engedelmeskedik és elkárkozik. Tehát az engedelmesség a hit hallásból van. Hallanunk kell. A hallásnak az első számú forrása ez a hely.
Istennek legyen hála, a technika fejlődésével most már nem csak itten lehet hallani, hanem sok helyről máshol lehet hallani. Minden nap, ha akarjuk, akkor halljuk. Reggeltől estig, rádió műsor valami reggeltől estig a hit dolgával foglalkozik. Televízióban különböző csatornák vannak, a hit dolgával foglalkoznak. Természetesen én is azt hirdetem, vallom, tapasztaltam, tudom, a személyes jelenlét nem tudható semmibe. Amikor együtt vagyunk, az egészen más, mint hogy leülök egy készülék mellé, és valamit megnézek, vagy valamit meghallgatok. De a hit hallásból van, és ezt nem pótolja semmi sem. Nem lehet megspórolni, nem lehet kijátszani, nem lehet megkerülni, mert nélküle maradok. Annak idején, amikor iskolába jártunk, ha hiányoztunk óráról, beírták a hiányzást. Ha sokat hiányoztunk, akkor felelősségre lettünk vonva, vagy meg is lettünk büntetve. Magaviselet, hogy együnk levet vonva. Nem tudom, hogy az Úristen jegyzi a hiányzást. Azt tudom, hogy ő mindent tud. Tehát nem kell neki notesz ahhoz, hogy tisztában legyen a hiányzásokkal. Nem viccelhetünk is minden szakért. És ráadásul azt, amit megtanulunk, amit hallunk, azt nekünk kamatoztatni is kell. Tovább is kell adni. Mert nem elég, hogy a pap prédikál a szószéken, mert annak ki kell jutni a falakon. Annak meg kell teremni a maga gyümölcsét, a családban, a közösségben, a munkahelyen, kinek-kinek ahol lehetősége van. Vegyük komolyan az igét, és higgyétek el, hogy a mi életünket, a társadalom, a jövőnket nem az határozza meg, hogy mennyi a benzinára, nem az határozza meg, hogy éppen milyen járvány van készülve, nem az határozza meg, hogy éppen milyen törvényt fogadnak el a kutyák, nem is az határozza meg, hogy fog-e ma esni az eső, vagy fog-e holnap esni az eső. A legalapvetőbb, ami életünket meghatározza, az, hogy halljuk meg az igét. Erre biztatlak, erre kérlek minden jótokat, a legnagyobb komolysággal és a legnagyobb felelősséggel. Hosszú távra rendezkedjetek be Isten igének a hallgatására, ahhoz, hogy mindannyiunknak jó dolga legyen itt a Földön és az örökké valóságban. Nem csak látni kell, nem csak tapasztalni kell, de ismerni kell, és tudni kell. Ez pedig a hallásra biztat. A hit hallásból van. Ahhoz, hogy hallás legyen, ahhoz beszél, elküldte
meg, hogyan lehet kamatoztatni mindazt a jót, amit tőled kapott. Hogyan működik a te kegyelmed? Hát tudunk, mi többnyire leragadunk nagy dolgoknál, mert együtt nézünk az égre, és fohászkodunk esőig, és nem értjük, hogy te hogy nem látod onnan a felülről, hogy szomjasak a földre. Nem értjük, hogy miért nem viselsz gondot rám, amikor pedig nyilvánvalóan tudod a szükségeinket. Arra nem gondolunk, hogy vajon hányan érnek áldást a mezőkből. Hányan imádkoznak jó szívvel, tiszta szívvel, azért, hogy valóban áldás legyen a földeken. Hányan énekelnek zsoltárokat, dicséreteket, miközben dolgozzák a földeket. Hányan vannak jó érzéssel, fele barátaik, szeretteik iránt, miközben kint vannak a földeken. De azt tudjuk, milyen sokszor az elkerülés, vagy milyen sokszor az indulat, a harag, milyen sokszor az Isten káromlás az, ami elhangzik. Mi leragadunk ilyenekkel, pedig minden nap lehetőségünk van hallani, lehetőségünk van tanulni, lehetőségünk van lélekben gyarapodni. Urunk, tudod, hogy szükségünk van a kegyelmetre. Most már mi is tudjuk. Engedd, hogy éljünk ezzel a tudással. Engedd, hogy akarjuk, kívánjuk megszerezni a kegyelmetet a magunk számára. Engedd, hogy ne késő végvegyünk rá, hogy elszalasztod a lehetőséget. Így segíts bennünket megmaradni te veled. A hétköznapokban, alkalmas és alkalmatlan időkben, a próbákban, az örömökben, az önfeled pillanatokban egyaránt. Mindenkor és mindenhol úgy. Minden pillanatban hadd legyünk veled együtt. Hadd szolgáljunk neked. Hadd dicsérjünk és magasztaljunk háromszor szent felségedbe. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság. Egy örök igaz Isten. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön a te országod, legyen a te akaratod, a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, Szentléleknek megálló és megszentelő ereje legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Amen. Kedves testvéreim, hirdetem ismét, hogy ma délután 4 órakor Bogyoszlón egyházmegyei nőszövetségi találkozóra kerül sor. Az Isten tiszteletre minden nőtestvér szeretettel hívnak és várnak, tehát délután 4 órakor fog kezdődni az Isten tisztelet. Itt nálunk délután 5 órakor a kultúrotthonban könyvbemutatóra kerül sor, erre az alkalomra is mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Jövő vasárnap délután 5 órakor Bogyoszló Otományi Szalacs gyülekezetek képviselői fogjuk
úgymond vendégül látni, és ezzel egy bízunk benne hosszú együttműködést elindítani. Ezen alkalommal igét hirdet majd Szabó Zsolt Szalacsi lelkipásztor, illetve könyvben mutatóra kerül majd sor Fábián Tibor szolgatása három könyvét fogja elhozni, bemutatni. A három könyv úgy tudom, hogy darabonként 40 lejbe kerül, ha valaki majd vásárolni akar. Tehát jövő vasárnap délután Bogyoszló Kotományi Szalacs gyülekezetek képviselői lesznek a vendégei, mindenkit szeretettel várunk. Egyedik számú énekünket énekeljük, mindig velem, Uram, mindig velem.